A világon mindenütt szídják a Google tevékenységét, amely a hirdetési piac szereplőitől, a tartalomszolgáltatóktól, az internet szolgáltatóktól és az állami költségvetéstől egyaránt komoly összegeket szívnak el. Van-e esélyünk bármilyen alternatívát mutatni a Google hirdetései megoldásaival szemben, egyáltalán a Google AdWords önöknek konkurencia vagy partner? Azt gondolom, hogy igen, van a Google termékeivel kesztyűt felvevő nyugat-európai vagy amerikai technológiai szolgáltató, többek között például a Rubicon, akivel leszerződött a Hopex. Amúgy pedig azt tudom elmondani az AdWords-ről, illetve más ad networkökről, hogy a Hopexnek ezek nem feltétlenül konkurensei. Inkább azt tudnám mondani, hogy a Hopex mindenképpen az ars poetikánk, hogy minden tartalomszolgáltatónak el akarunk juttatni minden hirdetőt. Ehhez pedig szabadon engedjük azt, hogy a tartalomszolgáltatóink akár igénybe vegyék az AdWords másik alát, az AdSense-t. A programmatik sok és minőségi adatot igényel, ez a Google számára rendelkezésre áll. Önök honnan szerzik majd be az adatokat? Hát több lehetőségünk is van, lényegében három. Az egyik a tartalomszolgáltatóknak a saját adatai, a másik a hirdetők adatai, illetve a harmadik, ami ezt a kettőt is tudja kezelni, plusz ezen kívül további adatokat tud szolgáltatni, ez pedig egy DMP, Data Management Platform. Úgyhogy nagyjából így lehet összehozni ugyanazt a értékes adatot, amivel a Google is rendelkezik, és aztán rendelkezésre bocsátani hirdetőknek. Hol és mikor érdemes használni a programmatic buying-ot, mint eszközt? Hát ugye azt kár tagadni, vagy ez viszonylag egyértelmű, hogy Nyugat-Európában és Amerikában a performancia hirdetők kezdték el, vagy ők kacsingattak először a programmatikkal, úgyhogy nekik mindenképpen, illetve mellettük most már azért megjelent a brand hirdetések kihasználása is a programmatikban. Hogy más nem mondjak, a Hopex az egy prémium programmatik piac, tehát prémium oldalak inventoriát lehet vásárolni, hát ezek meg mire jók, hanem például brandingre, amellett, hogy persze performancia alapon is lehet vásárolni. A Hopex tagjai rendelkeznek saját adatokkal, és ezek összeadva nyilván többet érnek. Sikerülhet-e egy ilyen adat merge, figyelembe véve a jogi akadályokat, a vetétási pozíciókat és az eltérő gazdasági érdekeket? Azt gondolom, hogy mindenképpen igen a válasz, és ehhez az első lépés volt a Hopex megalapítása. És én azt látom a mostani részvevőinkön, és hát remélhetőleg a jövőbeni csatlakozókon, hogy van ilyesfajta egyetértés, vagy ilyesfajta irány, hogy ezt így kell csinálni. Nyilván így lesz benne olyan igazán jó érték, ami aztán a hirdetők számára hasznosítható. Ha pedig nekik jó valami, akkor az a tartalomszolgáltatónak is jó. Milyen időtávon belül várható, hogy a programmatic buying olyan bevételt hozzon, amely már összemérhető a hagyományos reklámbevételekkel, esetleg meg is haladják azt? Az IAB idén tavasszal kiadott jelentése szerint azért a display programmatic penetráció Magyarországon 10% alatt van még. Ugye ha Nyugat-Európába tekintünk, és azt néz, vagy akár Amerikába, Angliába, akkor azért azt látjuk, hogy ott jóval magasabb a penetráció. Én azt gondolom, hogy 1-2 évre szüksége lesz még, vagy 2-3 évre szüksége lesz még a magyar programmatic piacnak, hogy egy jónak mondható nyugat-európai szintet elérje. Ez olyan 30-40%. Azt gondolom, programmatik penetrációt tekintve. Mi a véleményed a Project Agoráról, amit egyesek egyszerűen csak Hopex 2-nek neveznek? Hát azt gondolom, hogy merőben eltérő a két szolgáltatás, úgyhogy nem tudom, hogy a Hopex 2 nevet ők büszkén viselik-e. Én azt gondolom, hogy viselhetik, mert sokkal összetettebb és szertágazóbb szolgáltatás a Hopex. Ugye a Hopex nem programmatic sales house, hanem egy teljes kulcsra kész programmatic stratégiát és megoldást nyújt a tartalomszolgáltatóknak. Nagyon tiszta és egyértelmű üzenetet kíván küldeni a hirdetőknek azzal, hogy a résztvevőinek az inventoriát csak és kizárólag a Hopexen keresztül lehet elérni. Tehát magyarán ilyen szempontból is azért más egy kicsit. Illetve ott van az a tény, hogy a Hopex elindul
private dealekkel és OpenRTB-vel egyszerre. Private dealeknél olyan csomagokat fogunk elérhetővé tenni, melyeket a Hopex channel szinten lehet igénybe venni, tehát mondok egy példát, hopex.hu per news channelt lehet majd megvásárolni private dealeknél, és akkor értelemszerűen azok a domainnek inventória fog ebbe a channelbe bekerülni, amik a hírnek megfelelnek, tehát a hírszájtnak megfelelnek. Origo, Hír24, Index, stb. Aztán ott van még az a tény is, hogy ahogy mondtam, teljes stratégiát nyújtunk a Hopex-el, illetve teljes szolgáltatást, projektmenedzsmenttel, inventory managementtel, yield managementtel, tanácsadással. Szóval azért ez egy eléggé összetett szolgáltatás.